És rengeteg nő panaszkodik arról, hogy minden olyan lehetőséget, ami, ahol, ahol, ismerkedni lehetne, azt inkább nők vesznek igénybe, és mindig a nők találkoznak a nőkkel, és várják azt a három férfit, aki oda betéved. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Lúgya mentor csatornája. Ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen problémákkal küzdenek a férfiak a társkeresésben. Miért van az, hogy majdnem minden ilyen társkereső alkalommal 80% nő van, és csak 15-20% férfi? Inkább elkerülik a férfiak, és hogy hogyan lehet valamiféle más szemléletet adni a férfiaknak, ami valóságon alapul. Tehát nem egy mesterséges szemléletet, hogy mi a valódi helyzet ezzel a dologgal, ami miatt nekünk ezt jó lenne tenni, mert nincs is más út, de hogy ez maga a természetes út amit ma ez kínálnak. Tehát nagyon érdekes lesz, és remélem a végére belátják, az egész csatorna a fiúknak, férfiaknak hoz olyan tartalmakat, ami megnöveli az önbizalmukat, az önbecsülésüket, értékrendet ad, amivel megszerezhetik a nők megbecsülését is, és örülünk a női nézőknek is, akik jobban meg akarják ismerni a férfiakat, és akiket elgondolkodtat a saját dolgaikon, a női dolgokon is, mindaz amit itt a férfiaknak egy kicsit férfiasan mondunk, de mondjuk ezt azért a nőknek is, mert mindannyian együtt vagyunk a pácban, és együtt szeretnénk ebből valami boldog életet hozni. Úgyhogy Kérem, a hetente több tartalommal jelentkezünk. Ha nem akarnak lemaradni, akkor iratkozzanak fel a csatornára, és azt a picit csöngőt is nyomják meg mellette, azt a kis harangot állítsák be, hogy kapjanak üzenetet, hogy új videó került fön. Először is ugye a férfiaknak az önbizalma generálisan a békafeneke alatt van. Az önbizalom és az önbecsülés. Ennek millió és egy oka van, de bizony van pusztán a párkeresésből adódó része is. És megint ugye előjön az a statisztika, amit nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a nők 80% a férfiak felső 20%-ából akar választani, és a férfiak felső 20%-ából dúskál a nőkben, de az alsó 80%-ának bizony problémája van, és ebben a nőknek is, és a férfiaknak is megértés kell. Tehát részben jogos a férfiak önbizalom hiánya, akkor, amikor többször megégették magukat, hogy ők ugye ők az átlagos férfiak, de gondoljunk bele, hogy a 80 ról van szó, nem a alsó 10-20 ról hanem ők a felső 20-hoz képest ők számítanak az átlagnak, akire a mai nők valamilyen okból kifolyólag ugye, rá se hederítenek. És ez az ok nyilván a, a abból származik, hogy egyáltalán nem látnak ma nőt, vagy férfit a nők. Tehát otthon az apák nincsenek otthon, nem nagyon találkoznak férfiakkal, és minden felmérés, nekünk is volt egy 8000 fős felmérésünk, azt mutatta, de külföldi kutatások is ugyanezt mutatják, hogy a nők a férfi mintát magazinokból és filmekből rakják össze. Nem azért, mert megáltalkodottan magas elvárású nővé akarnak válni, mert az ő életüket is megkeseríti ez hanem azért, mert nincs -e honnan és ösztönösen, tudat alatt, innen, ezekből a morzsákból rakódik össze, hogy valahol a, a George Clooney és a Brad Pitt keveréke kellene egy, egy, olyan fehér ló, ami rajta van egy Mercedes tetején, ugye, és akkor azon legyen egy ember. És ez, ennek élő férfi nem nagyon tud megfelelni, de ez mindenkinek egy nyűg. Szeretném, hogyha felismernénk ezt. Minden olyan probléma megoldható, amit felismerünk. Tehát az asztal alól fel kell tenni a problémát az asztal tetejére, meg szemügyre kell venni az, hogy el tudjuk engedni. Ez például egy ilyen, hogy a magas elvárású nők úgy jönnek létre tudat alatt, hogy ők maguk se tudnak róla, és a saját életüket keseríti. Ez viszont a férfiaknak egy hihetetlen nehéz helyzetet hoz, hogy ők már annyi elutasításban volt részük, holott ők nem rossz emberek, holott ők, ők, ők igazán jók. Azt kell, hogy mondjam most a nőknek, ugye annak ellenére egy férfi csatorna, de a férfiak is mondják, mindenki mondja a másiknak, hogy bizony az átlag 80% férfiben van a jó parti. Nem a felső 20%-ban, a felső 20%-ban vérverejték van, ott, ott, van pénz is, van ész is, van hatalom is, van mindenféle dolog, de azoknak a kísértés is nagyobb, a, az egójuk is nagyobb, a nem tudom, tehát azokkal birkózni kell. A férfiak úgy érzik, hogy kiállítják magukról a sikertelenségükről a bizonyítványt, tehát egy, egy sikertelenségi bizonyítványt ö, írnak alá, hogyha elmennek ilyen társkereső eseményekre, hiszen nekik nem sikerült odakint a szabad prérén való vadászatba erre és majd mindjárt beszélek, társat találni, ezért el kell menni ilyen eseményekre. Tehát ők sikertelenek, tehát ők a maradék. Ugye ez, 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 a, ez az érzet van, és semmilyen képen nem jó úgy belépni, hogy én el akarom magam adni, de én egy maradék vagyok. Ugye, és, és talán itt a, 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 attól is félnek a férfiak, hogy a nőknek az a része, aki ezekre az eseményekre jár, az is a maradék. Ugye mert mindenki a saját szemüvegén keresztül látja a világot. És ha ő maradéknak érzi az ő próbálkozását, akkor maradéknak érzi a többiekét is. És ebben is fordítanunk kell a gondolkodáson. Ha igazán a városban, ott, ahol senkit sem ismerünk, ott, ahol mindenki egy sötét ló, a kockátainkat csökkenteni akarjuk, akkor bizony mi vagyunk azok, akik keressük azokat a lehetőségeket, ahol le tudjuk szűkíteni. Értékrendi közösségeket keresünk, ahol legalább az az értékrend megszűrte azokat az embereket, akik oda kerültek, és ott kezdünk el valamit is csinálni. Vagy bármilyen más struktúrált gondolkodás mentén akarunk sikert az életünkbe. Ha nem akarjuk ezt a sikert, ha nem tervezzük ezt a sikert, ha nem teszünk lépéseket ezért a sikerért, az véletlenül, hogy mondjam, mert annak a valószínűsége, hogy véletlenül jó történik velünk, ritka csekély. Ugye? Látjuk a körülöttünk levő házasságon is. Tehát egyáltalán nem a maradék dönt így, hanem az a tudatos, hogy mondjam, társaság, aki a saját párválasztási kockázatát csökkenteni akarja annak érdekében, hogy jó társat válasszon, és hogy sikerüljön neki a közös teremtés, és hogy sikeres életet tudjon létrehozni. Ha például egy szórakozó helyen akarunk társat találni, ugye mindannyian voltunk már ebben a helyzetben, abban a korban, aminek, aminek ott volt az ideje, akkor a hátsó feléről próbáljuk megítélni, ugye? De gondoljunk bele, a hátsó feléről nem tudjuk az ő családi hátterét, az iskolai végzettségét, a műveltségi szintjét, a nem tudom, a semmiét nem tudjuk. Esetleg tényleg jól néz ki, és esetleg arra az éjszakára nagyon jól is fogna nekünk. De vajon erre lehet-e életet építeni? És nyilván azt mondom, nem kell erre életet építeni, de mennyi esélyed van, hogy újra és újra ugyan ezen az egy kiválasztási procedúrán találj egy olyat, ami neked illik? Ugye? Minden este elmész több szórakozó helyre, minden este nézed a hátsó feleket, minden este bepróbálkozol, és, és tényleg olyan, mintha minden este kitöltenél egy lottó Minden egyes este kitöltesz egy lottó, és majd egyszer megunod, és egyiket kézen fogod, és elviszed haza, és az oltár viszed, és akkor csodálkozol, hogy valami nem sikerült, ugye? Hát mennyivel fontosabb lenne másképp gondolkodni, ma már így kell csökkenteni a kockátunkat szándékosan. Tehát amikor ma azt gondolja egy férfi a városban, hogy ő nem akar bemenni egy ilyen társkereső rendezvényre, mert ott egy vadaskert van, ahol körbe van kerítve a szoba, és a, be vannak terelve a vadak, és onnan kell választani, akkor azt vegyük figyelembe, hogy ez a mai városi vadaskert, ez sokkal, sokkal nagyobb, bonyolultabb, komplexebb, sokkal, sokkal több vadat, tud ami, hogy mondjam. Kuskán kell terelni, mint régen. És hogy az visszamegyünk az ősemberi kultúrában, még inkább így volt. Egyáltalán nem a végtelenből választottak. Tehát ez egy hihetetlen fontos dolog, amit érteni kell, hogy amikor mi, mi ebben a nagy vadászatban gondolkodunk, akkor valami olyan vágyat kergetünk, ami egyrészt a mi kockázatainkat ritka mód megnöveli, mert itt mégsem arról van szó, hogy le kell lőni, meg kell nyúzni, azt meg kell enni, hanem együtt kell élni vele, ugye, Tehát, és együtt kell vele teremteni. Tehát ez a fajta vadászat egy kicsit komplexebb dolog, és hogy minél nagyobb a, 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 a hogy mondjam, az őserdő, vagy a havas, annál nagyobb a kockázatunk. Tehát nekünk a kockázatunkat csökkenteni kell, és soha, soha nem volt, amióta a civilizáció van, ugye egészen biztosan, a végtelen választási lehetősége a férfiaknak. Tehát mi férfiak gondoljuk ezt át, és gondoljuk meg azt, hogy bizony, lehet, hogy ez egy vadaskert, de sokkal komplexebb, mint eddig a történelem folyamán bármikor is, amire lehetőséget kaptak a férfiak. Tehát éljünk ezzel, és bizony talán a nők örömére is élhetünk ezzel. Ők ugyan nem a vadak, amiket le kell lőni, ők sem azért jönnek oda, hanem azért jönnek oda, mert a kockázatainkat együtt akarjuk csökkenteni. És bizony, ahhoz, hogy megismerkedjünk, ahhoz meg kell mutassuk magunkat, ott kell lenni, egymás szemébe kell nézni, meg kell szólalni. Tehát ez a fajta viszonynak létre kell valahogy jönni, enélkül az egész dolog nem fog menni. Ugye ez természetes dolog, hogy meg akarjuk magunkat mutatni. Az udvarlása is, és a, kezdő, tehát a hogy az első lépéseket hogyan kell megtenni, arról egy külön videóban beszéltem, azt is érdemes majd megnézni. Az utolsó ilyen csapda, amiről beszélni szeretnék a férfiakhoz, és talán a nők is tanulhatnak belőle, hogy a férfiak rossz célra összpontosítanak. Tehát ők megszerezni akarják a nőt. Amikor megszerezték, akkor olyan, mintha beteljesülne ugye, az ő vágyuk, és készen lennének, ha meg tudják szerezni. Pedig ez nem a jó cél, ugye? Tehát a, nem megszerezni kell egy nőt, hanem megtartani. Egészen más cél az, hogyha én egy olyan nőt keresek, akivel együtt ezt a teremtő munkát be tudom végezni. Be tudom végezni, azt jelenti, hogy életünk végén visszanézni, és azt mondjuk, hogy egész jó sikerült, ugye? Nem tökéletes, de egész jó. Tehát a megtartása a lényeg. Tehát amikor elmegyünk egy társkereső eseményre, akkor az csak a leges-legelső lépés. Tehát nem azt jelenti, hogy én ott már, úristen, ugye a férfiasságom ki is tud teljesedni abban, hogy ott megszerzem, vagy nem tudom megszerezni. Tehát a férfi mércéje az nem abban áll, a férfi nem abban áll, hogy megszerzie, hanem hogy megtartja-e a nőt. Hogy benne tudja-e tartani önmagát és a nőt egy olyan teremtési folyamatban, aminek a végén a gyümölcsök meg tudnak jelenni. Ez a férfi mércéje, és nagyon nagy kár, hogy ezt a, ezt a, diplomát, ugye, hogy te férfi vagy, nem az első átmulatott éjszaka hajnalán adják oda, hanem az életed végén adják oda, hosszú-hosszú évtizedek után adják oda. És erre kell készülni, és hogyha erre készülsz, akkor a személyiségfejlődésednek is egy olyan fajta lendületet tudsz adni, amelyikben te már egy olyan férfiként jelensz meg ezeken a társkereső eseményeken, akit jó választani, mert érzik rajtad, hogy neked a fókuszod nem a megszerzése, hanem a megtartása. Ugye? Abszolút ez a fókusz egészen más embert hoz ki belőled egészen más udvarláshoz ki belőled, egészen más tiszteletet hoz ki belőled, egészen más munkát, prioritás listát, hogy az életben mi a fontos, hogy az idődet hogyan osztod be, hogy milyen dolgokat végzel el otthon, útközben, menetközben, és kivel, hogyan bánsz, egészen más. Ugye? És ide tartozik ez. Tehát a társkereső esemény az nem a nő megszerzésének a helye, hanem az a kezdő lépés az éppen csak a megismerésének a helye. Utána kezdődik az, ami a férfit férfivá teszi. És ez pedig a közös teremtés a nővel, hogy ezt a munkát sikerül-e úgy elvégezni, hogy boldogságot, örömöt, büszkeséget, önbecsülést, személyiség, fejlődést eredményezen a végén. Ebben van a nagy kunst. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk ismét és ne bízunk senkire a dolgainkat, mert megjöttek, akikre új régóta várunk, mi vagyunk azok hajrá együtt.